Bunum TV, Magyarország első magyar nyelvű közösségi katolikus televíziója. Kérjük, hogy imáival, önkéntes munkájával és adományaival támogassa a televízió további fejlődését. Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Ennek a vasárnapnak az evangéliuma a Krisztussal való meghatározó találkozás vágyáról beszél nekünk. Arról a vágyról, mely mindig készenlétben tart bennünket, éber lélekkel, mert ezt a találkozás egész szívünkkel, egész valónkkal várjuk. Ez az életünknek egy alapvető aspektusa. Mindannyiunkban ott van kimondva, vagy kimondatlanul ez a vágy. A szívünkben, igen, mindannyiunk szívében. Jézusnak ezt a tanítását is fontos abban a konkrét élethelyzetben megvizsgálni, amelyben átadta nekünk. Ebben az esetben Lukács evangélista úgy mutatja be Jézust, mint aki tanítványával együtt Jeruzsálembe tart, halála és feltámadása felé, és ezen az úton úgy neveli őket, hogy rájuk bízza azt, amit ő hord a szívébe, lelkének mély viszonyulásait. Ezek között a viszonyulások között ott van a földi javaktól való eltávolodás, az atya gondviselésébe vetett bizalom, és éppen a belső éberség is, Isten országa eljövetelének tevékeny várása. Jézus számára ez az atyai házba való visszatérés jelenti. Számunkra magának Jézusnak a várását, aki eljön értünk, hogy az örökké tartó ünnepre vigyen bennünket, ahogy ezt szentséges szűzanyával tette, magával vitte őt az égben. Ez az evangéliumi szakasz azt akarja nekünk elmondani, hogy a keresztény ember hordoz magában egy mély vágyat, azt a vágyat, hogy találkozzon az Úrral, testvérevel együtt, utitársaival együtt. És mindaz, amit itt Jézus nekünk mond, máshol így foglalja össze. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. A szív, mely vágyakozik. De mindnyájunknak van egy vágya. Azok az igazán szegények, akiknek nincs vágyuk. A vágy, hogy tovább menjünk a horizont felé. És nekünk, keresztényeknek ez a horizont Krisztussal való találkozás, aki a mi életünk, a mi örömünk, aki boldoggá tesz bennünket. De szeretnék nektek két kérdést feltenni. Az első, nektek mindnyájatoknak vágyakozó szíve van-e? Vágyakozik-e a ti szívetek? Gondoljatok el ezen a, és válaszoljatok rá csöndbe a szívetekben. A te szíved egy vágyakozó szív, vagy zárva van a szíved, elavul és érzéketlen a világ dolgai miatt. A vágy, hogy tovább menjünk a Krisztussal való találkozás felé. És a második kérdésem. Hol van a te kincsed, az, amire vágyakozol? Mert Isten azt mondja nekünk, hol a kincsetek, ott lesz a szívetek is. És én azt kérdezem, hol van a te kincsed? Mi számunkra a legfontosabb a kérdés, legértékesebb a legértékesebb valóság,
mely vonza a szívet, mint egy mágnes. Mi vonza a te szívedet? Mondhatjuk, hogy Isten szeretete? Azt akar, az akarat, hogy jót tegyél másokkal is, hogy az Úrért és a testvéreidért élj? Mondhatjuk ezt? Mindenki válaszoljon erre a saját szívében. Ám valaki azt mondhatná nekem, Szent Atyám, de hiszen én dolgozom, van családom, számomra a legfontosabb, hogy gondoskodjak a családomról, hogy dolgozzak. Természetesen ez igaz és fontos. De mi az az erő, ami egységben tartja a családot? Éppen a szeretet. És aki elveti a szívükbe a szeretet magjait, azaz az Isten, és éppen az Isten szeretete ad értelmet a mindennapi kis feladatoknak, és ez a szeretet az, amely segít szembenézni a nagy megpróbáltatásokkal. Ez az ember igazi kincse. Tovább menni az életünk útján szeretettel, azzal a szeretettel, melyet Isten ültetett el a szívünkben. Isten szeretetével. És ez az igazi kincs. De mi tulajdonképpen Isten szeretete? Nem valami bizonytalan dolog, nem egy általánosság. Isten szeretetének neve és arca van. Jézus Krisztus, Jézus. Isten szeretet Jézusban mutatkozik meg. Mert mi nem tudjuk a levegőt szeretni. Vagy talán a levegőt szeretjük? A nagy mindenséget szeretjük? Nem. Ez nem lehetséges, mi személyeket szeretünk, és az a személy, akit mi szeretünk, Jézus, az Atya ajándéka számunkra. Ez egy olyan szeretet, amely értéket és szépséget ad minden másnak. Ez egy olyan szeretet, mely erőt ad a családnak, erőt ad a munkához, a tanuláshoz, a barátsághoz, a művészethez és minden emberi tevékenységhez. És értelmet ad a negatív tapasztalatoknak is, mert ez a szeretet lehetővé teszi számunkra, hogy tovább lépjünk ezeken a tapasztalatokon, és hogy ne váljunk a rossz szolgáivá. De segít minket tovább lépni, és mindig a reménység felé nyit ki bennünket. Íme, Isten Krisztusban megnyilvánuló szeretete mindig a reménység felé nyit ki minket, a remény horizontja felé. Földi zarándoklásunk végső horizontja felé. És még a fáradozásoknak és az eleséseknek is lesz értelmük. Még bűneink is jóra fordulnak Isten szeretetében, mert ez a Jézus Krisztusban megnyilvánuló isteni szeretet mindig megbocsájt nekünk, nagyon szeret minket, és mindig megbocsájt. Kedves testvéreim, ma az egyházban Assisi Szent Kláráról emlékezünk meg, aki Szent Ferenc nyomában mindent elhagyott azért, hogy Krisztusnak szentelje magát a szegénységben. Szent Klára nagyon szépen tanúságot tesz a mai evangéliumi szakaszról. Ő segítsen minket a szűzanyával együtt, hogy ezt mi is megélhessük mindenki a saját maga hivatása szerint. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniobimus,
per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceas eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, kedves testvéreim, ricordiamo che prossimo giovedì, emlékezzünk rá, hogy a következő csütörtökön Szűz Mária mennybevételét ünnepeljük. Gondoljunk égi édesanyánkra, aki Jézussal az égbe ment, és ezen a napon ünnepeljük meg őt méltóképpen. Rivolgere un saluto ai musulmani del mondo intero. Szeretném köszönteni az egész világ muzulmányait, testvéreinket. Akik éppen most ünnepelték a Ramadan hónap végét, mely hónapot különösen is a bőtnek, az imádságnak és az alamizsnáságnak szenteltek. Mint ahogy azt az erre az alkalomra írt üzenetemben is írtam, azt kívánom, hogy a keresztények és a muzulmánok fáradozzanak a kölcsönös tisztelet ügyének előmozdításán, különösen is az új evangelizáció nevelése által. Köszöntök minden jelenlévő rómait és a zarándokot. Ma is örömömre szolgál, hogy a fiatalok csoportjait köszönhetem. Mindenek előtt a Chicagóból érkezett Lourdesba és Rómába zarándokló fiatalok csoportját, Locatei, Predroi, Traveroi fiatalokat, a vitoriai cserkészeket. Nektek is megismétlem a Riói Ifjúsági Világtalálkozón a Fiatalok az Intézet mondatomat. Menjetek és tegyétek tanítványommá mind a népeket. Mindnyájatoknak szép vasárnapot kívánok, és jó étvágyat az ebédhez. A viszontlátásra!
A Bonum TV-t keresse és kérje kábel szolgáltatójánál.